Azzal, hogy Orbán Viktor kiadta a Nemzetbiztonsági Bizottság fideszes tagjai számára, hogy nem mehetnek el a lehallgatási ügyet vizsgáló ülésre. Nyíltan beismerték, hogy a kormány tömegével hallgatta le a politikai ellenfeleit, állítja Szabó Tímea. Vendégünk a Párbeszéd társelnöke. Ugyan az igazságról vajmi keveset tudunk, ám ennek ellenére egy folytatásos műsort tudunk kerekíteni ebből a történetből. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert hogy bár arról beszéltek az előbb a bizottsági tagi képviselők, hogy ők várják Varga Judit miniszter megjelenését a bizottság előtt, ha máshogy nem, akkor az őszi ülésszak elején. De hát az önök szándéka szerint, a Párbeszéd szándéka szerint Varga Juditnak le kellene mondani, és akkor már miniszterként meg sem jelenhetne ott. Hát bizony le kellene mondania, tehát amit a Varga Judit az elmúlt mondjuk 10 napban művelt ezzel kapcsolatban, vagy egy hétben, az egészen szégyenteljes, és már a vicc kategória. Ugye ennek a kicsúcsosodása azt hiszem az volt, amikor a saját államtitkárára tolta miniszterként a felelősséget. Azt mondta, hogy ő kiszervezte az aláírást Völner Pálnak. Egyébként ez azért érdekes, most minden abszurditásán túl, hogy egy miniszter nem vállalja a felelősségét és átolja a saját beosztottjára, ami nyilván az ő felelőssége, hogy azért a fideszesek, a Fidesz kormányban dolgozók és a Fidesz körül dolgozók erre számíthatnak majd a kormányváltás előtt. Varga Judit, Orbán Viktor érzi, hogy kormányváltás lesz, hogy süllyed a hajó, és azt üzente most a sajátjainak, hogy erre számíthatok. Abban a percben elárulnak titeket, magatokra hagylak, a felelősség a tiétek lesz, mi menekíteni fogjuk a saját bőrünket, tehát nagyjából erre kell számítani majd a Fideszen belül, de nem baj, Karácsony Gergely megmondta, hogy a kormányváltás után majd miniszterelnökként igenis be fogjuk fejezni ezt az egész vizsgálaton, és ott nagyon komoly számunkérés lesz és felelősségre vonás a lehallgatással kapcsolatban. Már hogyha ez igaz, hogyha ez bizonyítható. Hát ez két különböző feltevés, hogy igaz-e és hogy bizonyítható-e. Na most próbáljunk meg józan paraszti észre gondolkodni, hogyha mi meg vagyunk győződve arról, hogy igazunk van, akkor azt elmondjuk, nem? Tehát ki az a hülye, aki amikor tudja, hogy igaza is, van, nem csinált semmit. A titkos szolgálati érdekeket sértene adott esetben? Bár ezt nem látom, de biztosan. Nem, tehát ilyen nincs. Ezt pontosan tudjuk, hogy ilyen nincsen. Ha én meg vagyok győződve az igazamban, tudom, hogy amivel vádolnak, azt nem csináltam, akkor oda megyek és azt elmondom. Ha tudom, hogy megcsináltam, és érzem, hogy iszonyatosan kínos, mert nem tudok rá normális elfogadható válaszokat adni, akkor nem megyek el, akkor mismásolok. Ugye Varga Judit először azt mondta, hogy ez abszurd, mert ilyen kémprogramja mindenkinek van. Ugye ez volt az első. Aztán azt mondja, hogy jaj, ne nevettessük ki magunknak, ilyen nincsen. Aztán azt mondta, hogy a Völner Pál lehallgatás nincsen. Aztán azt mondta, hogy Völner Pál, aztán majd rátolta a végén Pintér Sándorra, és nagyjából utána ez a kommunikáció. Tehát a kormány már mindent is mondott ezzel kapcsolatban, ebből is látszik a teljes káosz, és gyakorlatilag ez maga a beismerés annak, hogy igenis megvásárolták ezt a kémszoftvert. Karácsony Gergely is elmondta, hogy két nagyon egyszerű kérdésre kell válaszolni. Megvásárolták-e, és folytattak-e titkos információszerzést? Erre a két kérdésre várjuk a nagyon egyszerű választ. Ha erre nincs meg a válasz, akkor az a beismerés, hogy ez így. Van állam a világon? Tudom, hogy ez egy kicsit abszurd kérdés, de hát itt tartunk. Amely beismerte valahogy, van neki ilyen kémszoftvere? Vagy különböző találgatások alapján van egy országlistánk, hogy kiknek adhatta el Izrael ezen a cégen keresztül? Hát azért az, hogyha megnézzük, hogy az Európai Unióból egyedül Magyarország van rajta ezen a listán, akkor azt látjuk, hogy nem a demokratikus országok azok, amik használták ezeket. A nem demokratikus országok, mondjuk tőlünk keletre Orbán Viktor nagy barátai, akár Oroszország, akár Kína, hát ott meg valóban sosem derül ki, mert ott nem az az államberendezkedés. Ugye egy ország gyanúba keveredett mellettünk, Magyarország mellett, Marokkó. Ugye ott Emmanuel Macron lehallgatásáról szólnak a történetek, és Marokkot vádolja a francia titkosszolgálata lehallgatás megrendelésével, vagy éppen kivitelezésével is. Miközben Emmanuel Macron meg azt mondja, hogy Magyarországnak tisztáznia kell magát ebben az ügyben. Hát szerintem mindenkinek tisztáznia kell magát, azért azt a Fideszben is tudják, és ezért félnek. Tehát itt ez az izraeli cég, ez azért átverte ám az ügyfeleit, ezt pontosan tudjuk. Tehát ennek az 50 ezer telefonszámos listának nem szabadna léteznie, ugye ennek nem szabadna, hogy nyoma legyen, de hát az a helyzet, hogy miután van, létezik az 50 ezeres lista, és ezen belül Magyarországon az a 300-350-es telefonszámos lista, ez előbb-utóbb hozzáférhető lesz mindenkinek, és előbb-utóbb mi is meg fogjuk nézni azt, hogy ki van azon a listán. Akkor pedig nagyon, nem csak ezek a nevek
amik már napvilágot láttak, fognak kiderülni, hanem minden más is. Szóval onnantól kezdve azért lesz mit magyarázni az Orbán. Volt itt egy fél beismerő vallomás ebben a történetben már, igaz tőlünk nagyon távol eső beismerő vallomás, az Amazon, amelyik a tárhelyszolgáltatója volt az izraeli cégnek, másnap, hogy nálunk ez a balhé kiderült, másnap megszüntette a szolgáltatását, nyilván nem véletlenül, lehet, hogy onnan szivárogtak a telefonszámok. Persze. Az egy nyom, az egy fontos nyom. Nyilván innen nem vizsgálható, azért mondom, hogy ez nagyon távol esik a mi dolgainktól. De ezért is van zavar az Orbán kormányban, mert tudják, hogy innentől kezdve nem ők vannak kontrollban, nem náluk van az ő asztalukon a piros gomb, nem tudják kitörölni, nem tudják megszüntetni, nem tudják mindenféle hamis, aljas, nem létező népszavazásokkal elterelni a figyelmet, mert ez egy létező dolog. Az elmúlt héten az összes európai napilap összes címlapján ez az ügy szerepelt, ráadásul Magyarországot kiemelve, mert nyilván az összes európai uniós ország meg volt döbbenve, hogy uniós tagként Magyarország, a magyar kormány ilyen lehallgatás végét, és ezt tényként kezelték. Persze tudjuk, hogy Orbán Viktor szerint az összes uniós állam hülye, csak ők Jó, de Manfred Weber is tényként kezelik, hát ez az Európai Néppárt frakció vezetője. Tudom, hogy ő most már ellenség és nem barát az Orbán kormány számára, de azért a France 24-nek csak kibökte, hogy Magyarország felelősségét vizsgálnia kell az Európai Uniónak ebben az ügyben. Így van, és ezt reméljük meg is történik majd. Nekem az jutott eszembe, hogy most így egy lehallgatási ügyről beszélünk, hogy volt a Párbeszédnek egy lehallgatási ügy, aminek a végeredményét én nem ismerem. Ugye önök azt mondták 19-ben talán, mert ez az önkormányzati választás botrány előtt, igen, hogy a képviselőházból egy hangfelvétel került ki, amit valaki valahogyan rögzített, és egy feljelentést tesznek. Mi történt? Hát feljelentést is tettünk. Nyomozott a készenléti rendőrség. Nagyon készségesek voltak. Tanúként meghallgatták Karácsony Gergelyt is, és engem is, és még más ezeken az üléseken jelenlévő elnökségi tagjainkat. Az első fokú, vagy az első hát fokú nyomozáson nem, tehát ott lezárták, mert nem volt eredmény, akkor mi fellebeztünk, hogy de mi igenis szeretnénk ezt továbbvinni, és tényleg szeretnénk megtudni, hogy ki van. Sajnos a másodfokon is ez eredménytelenül zárult, úgyhogy hogy azóta sem tudjuk. De hát igen, szóval valahogy azért, amikor választások vannak, vagy jönnek Magyarországon, legyen az a 19-es önkormányzati választás, vagy most a 22-es országgyűlési választás, és azért mindig valahogy kiderül, hogy valami lehallgatási botrány van az Orbán kormányban, ami azért végtelenül kínos. Vagy hát az országban, mert volt itt már minden az MDF-hez köthetőtől, igen, kezdve, ugye vádolt a 98-as Orbán kormány az előző vezetést, a szocialista vezetést, hogy lehallgatták őket. Tehát itt a választások környékén rendre vannak ilyen ügyek. Rendre Önöknek vannak, volt gyanújuk, hogy ki vagy kik lehetnek a lehallgatás mögött? Volt, de én azt gondolom, hogy ezt nem mondhatom el anélkül, hogy ennek jogi következményei lennének, de azt gondolom, hogy ha akkor nem is, most ki fogjuk deríteni ebben a Pegazus ügyben, hogy kik voltak lehallgatva, ki adott rá engedélyt, és azok nagyon csúnyán meg fognak fizetni ezért a dolgot. Na, még egy dolgot akartam felvetni, 24.hu találta meg, hogy a YouTube-on meg lehet nézni, hogy hogyan töltögeti ki egy robot a nemzeti konzultációs ívet. Akkor, amikor ők ezt posztolták, akkor azt hiszem 3500 ív kitöltésénél járt a robot, ami egy hacker támadás nyilván, de hát azért elgondolkoztató, hogy mennyire védett ez az internetes portál, a nemzeti konzultációt lehet kitöltögetni. Hát persze, de ez az egész nemzeti konzultáció, amiről hála Istennek azért egyre kevesebben beszélnek, és azért persze lehet ennek is hamisítani az eredményeit, meg most, hogy online végtelen számba ki lehet tölteni tulajdonképpen. Hát ezt csinálja ez a robot? Ez a robot, tehát gyakorlatilag teljesen farszámok fognak ebben is kérni, mert hát ennyire vehető komolyan minden. A nemzeti konzultáció, minden más is. Hát nem véletlen az, hogy Karácsony Gergely most benyújtott öt olyan népszavazási kérdést, amiről viszont, ami létező problémák köré csoportosul, amiről viszont tényleg válaszokat várunk, és azt várjuk, hogy a kormány tegyen lépéseket. Ilyen az, hogy ne lehessen 5000 milliárd forintért kiszervezni az autópályákat, azaz privatizálni az autó. 5000 milliárd az a tízszerese annak, amit egy évben az Orbán kormány a teljes magyar felsőoktatásra szán. A tízszerese. Ez az egyik kérdés. A másik, hogy teszteljék ingyen a 60 év felettieket. Ugye tudjuk, hogy a Sinopharmmal voltak itt problémák, nem volt elég hatékony, fontosabb volt a kínai gazdasági érdek, mint az idősek védelme.
Karácsony Gergely erre is választ szeretne. Aztán arra is, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozzunk, hogy az álláskeresési támogatást az 9 hónapra emeljük, viszont a legalacsonyabb ideig folyósítják Magyarországon az álláskeresési támogatást. Tehát ilyen kérdésekkel kell foglalkozni. Magyarországon nem olyan nem létező, tényleg röhelyes kérdésekkel, mint amivel Orbán Viktor próbálja a fő problémákról elterelni a szót. Szabó Tímea, köszönöm szépen. Én köszönöm.